karriered szempontjából, vagy zenekar szempontjából, hogy érzed? Mindenféleképpen hasznos volt, úgy gondolom nem csak az én életemben, hanem a zenekar életében is. Egyáltalán nem kell szégyenkeznem emiatt, mert nem egy teljesen más oldalamat mutattam meg csupán a kamerák kedvéért. Nem bújtam ki a bőrömből, ugyan az voltam ott, mint egyébként is vagyok. És valószínű, hogy ezt értékelte a közönség is. Be kell vallanom férfiasan, volt egy része az egésznek, amikor egy kicsit, mint hogyha tényleg így vadásztuk volna a nézőket, és nem kellett volna szerintem. Mennyire lett sikeres a műsor, ez nem az én részem eldönteni, bár valószínű azért, hogyha mondjuk nem pénteki nap lett volna a műsor, hanem szombati nap, és nem olyan későn, hogy 8:30-kor kezdődik, akkor hiszem azt, hogy sokkal több emberhez eljutott volna ez a műsor. A Voice az egy teljesen más platform, meg a zenekar is teljesen más. Nagyon sok embertől hallottam, amikor hallgatja ezeket a dolgokat, mint a Sirató, vagy azt akartam apám, akkor úgy valahogy így könnybe lábad a szeme. És az a vicces, hogy mikor én ezt fölénekeltem a stúdióba, és hazavittem, és beraktam a CD lejátszóba, ültem a ágy szélén, és én is bőgtem azon, amit hallok. Én valószínű, hogy abba fogom hagyni a zenélést, vagy mondjuk a magnát, ha már nem érzem azt a dolgot benne, érted? Úgy színpadra állni, hogy már egy nagy ürességet akarsz átadni az embereknek, az szerintem nem jó. Mindig is szerettem a szép dolgokat, a művészi dolgokat, és az csak egy plusz dolog, hogy ezt a bőrömön viselhetem. Egy totemoszlop, ami az Ektomorf zenekar farkas Zotyának az alkarján van, és én annyira szerettem azt a zeneiséget, annyira jóba voltam így a Zotyával, majdnem be is kerültem a zenekarba, és fölvaradtam ugyanazt, mint ami a Zotyának van. Nagyon sok olyan elcsépelt Jézus alak van, amit én nem szerettem volna így magamon viselni. Ez a fajta Szűz Mária megjelenítés, ez inkább ez a latin világra jellemző. Aztán van egy belső felkaromon található ez a Mickey Aguirre, hogy ki van feszítve egy bankkártyára. Alfonz Muha az alkaromon, ha már művésziségem, és én mindig is szerettem az ő plakát terveit. A zenekar logója az, ami még nagyon fontos nekem. Már így próbáltam rávenni a zenekar többi tagját is, hogy így varrassunk valami egy formát. De hát így nem tudtam rávenni őket, mert ilyen papírkutyák. Tetováltatsz, akkor valószínű, hogy sokkal jobban fogsz járni, hogyha tényleg a igazán nagy toppokat, a nagy, igazán nagy arcokat keresed meg is. És lehet, hogy vársz rá, vagy drágább lesz, de az egy olyan tetoválás lesz, amit nem fogsz meggondolni. Még lásd, fiatalság, bolondság a gimnáziumban mindenféle fasságot magára varrat az ember, és utána meg itt szemed a lézerezéssel. Édesanyám 2 éve halt meg, és neki a tiszteletére tetováltattam ezt a mellemre. Én nem hiszem azt, hogy az a jó, hogy én megszabom azt, hogy nem figyelj ott az a vonal, meg az nem. Nem, ha én bízok valakibe és rábízom magam, akkor én úgy gondolom, hogy az ő lelkületét, az ő gondolkodásmódját, az ő művésziségét szeretném látni, és én nem akarom ezt formálni. És ugyanez volt a Boris is. Átküldte a tervet, és hát ott bőgtem, hogy megnyitottam ezt a fotót. Gyerekemről készült kis pálcika rajz, azt én csináltam. Aznapig, ahol megszületett a fiam, vásároltam egy üveg vörösbort, szépen otthon egyedül, és akkor elővettem egy papír fecit, amire elkezdtem rajzolni egy ilyen kis pálcika embert is. És másnap elmentem Csiga barátomhoz, hogy akkor ezt nagyon gyorsan barja föl nekem. Nem vagyok templomba járó ember, és nekem ez kicsit olyan felszínesnek tűnik, ilyen képmutatónak, hogy azért, mert én minden vasárnap elmegyek templomba, akkor én egy jó ember vagyok. Te hogy is vagyok jó ember? Próbálok úgy élni, hogy ember maradjak ebbe az embertelen világba, ami már nagy szó. Amit elterveztem az életemben, az eddig még lekopogom, sikerült. Az én csapatomból fog kikerülni a győztes is. Valamiért kegyes hozzám a jó Isten. És így is lett.
amellett, hogy nem volt mondjuk akkora nézettsége, mint a konkurens tehetségkutatónak, mégis nagyon sok ember szerette az igényessége miatt, a szakmaisága miatt. Én hiszem azt, hogy a folytatásban ez még jobb és jobb lesz. Csak legyenek tehetségek!